problémás fiatalkor. Hogy lehet, hogy Travis Hollandot is kicsapták az iskolából? Nem egyszer, nem kétszer, nem is háromszor, hanem hatszor. Brutális hírnévre tett szert verekedései miatt, és hamar fegyveres rablásból vizsgázott egy igazi puskával. Szerencsére a puska nem is volt megtöltve. Kimentünk a ház elé, hívtunk egy taxit. Felvettem a maszkot, és beugrottam a hátsó ülésre. Rögtön elővettem a fegyvert. A sofőr lefagyott. Travis Holloman csak 16 éves volt, amikor fegyveres rablást követett el. Az erőszakra való hajlama már otthon kezdődött. Az anyám és a mostoha apám sokat veszekedett. Többször testi sértés is volt, összeverekedtek. A bátyámmal minket is vertek. Travis mostoha apja elkezdte fizikálisan bántalmazni. Emlékszem, egyszer rengeteget ivott, és felhívott minket az emeletre. Az ágyon feküdt. Felemelte a lábát, és a falhoz rúgta a bátyámat. Emlékszem, mit éreztem. Nagyon mérges lettem, de semmit sem tehettem, mert túl kicsi voltam. Egy nap Travis felfedezett egy új módot, hogyan kezelje növekvő haragját. Hazafelé sétáltunk néhány barátommal. Egy srác semmit nem csinált, semmit nem tett. Éppen labdázott, amikor elhaladtunk mellette. Mondott valamit, azt hiszem, egy sziát. Nagyon megvertük, minden ok nélkül. Ez elindított bennem valamit. Tetszett, amit éreztem. Egyfajta megkönnyebbülés volt. Jobban éreztem magam. Elismerést kaptam a barátaimtól. Ahogy Travis idősebb lett, a dühe egyre erősebb lett az erőszakossággal együtt. Olyan fickókkal keveredtünk verekedésbe, akiknek fegyvere volt. Így természetesen nekünk is kellett fegyver. Felfegyverkezve és egy tetovált S betűvel a mellünkön úgy éreztük, legyőzhetetlenek vagyunk. 16 éves voltam, de már volt egy lefűrészelt csövű puskám. Egy barátja javasolta, hogy használják is a fegyvert. Megkérdezte, hogy részt akarok-e venni egy rablásban, egy fegyveres rablásban. Azt mondtam, persze. Miért ne? A célpont egy taxisofőr volt. Az ember lefagyott. Azt mondta, vigyünk bármit, amit csak akarunk. Én dühöt éreztem, ami belülről jött. Átkozottam, olyan utálattal voltam irántam, hogy csak ordítottam. Hogyha megmozdul, szétlövöm a fejét. Tudtam, hogy meg is tenném. Az egyetlen dolog, ami megállította, hogy üres volt a tár. Mielőtt elindultunk volna, kivettem a lőszert. Valami azt súgta, vedd ki a golyókat, ne hagyd a tárban. Elmenekültek a pénzzel, de hamar elkapták őket. A barátját börtönbe, Travist a fiatalkorúak börtönébe vitték. Amíg ott volt, a kőkemény igazsággal kellett szembesülnie. Olyan srácokkal voltam körülvéve, akik dühösek voltak, gyilkosságot követtek el. Én is ilyen lennék? Valóban megérdemlem, hogy itt legyek? Az igazság az volt, hogy igen. Többé nem voltam mérges másra, csak magamra. Szóltam Istenhez, hogy ha tudsz tenni valamit értem, akkor itt lenne az ideje. Nem sokára egy pásztor látogatott el az intézetbe, és Jézusról beszélt. Megváltozott életről beszélt. Azt mondta, hogy Isten meg tudja változtatni az életemet, új szívet tud adni. Érthetően beszélt, egyszerűen, amit még soha nem hallottam. Jézus szeret engem és megbocsát, csak kérni kell. Én megtettem, és amikor megtettem, nem éreztem több haragot. Az önvád és bűnösség érzése, amit éreztem korábban, elmúlt. Travist felnőttként ítélték el, így 8 évet kapott. Itt változtatta meg Jézus teljesen az életét. Tetszett, ami végbe ment bennem, amit éreztem közben. Megszerettem az életet, bár börtönben voltam. Olyan életet szerettem meg, amilyen nem volt a kinti életemben. Egyszerűen élveztem azt a tényt, hogy Jézus teljesen átváltoztatta az életemet. Travis ma már egy helyi fodrászüzletben dolgozik, és feleségével Tiffanyval gyereket várnak. A szüleivel is megbékélt, és jelenleg egy teológián börtönszolgálatra készül. Jézus mindenben igazat mondott, hogy mit fog tenni az életemmel. Újjáteremtett. Magamra nézek és sírok, miközben csak dicsérem és imádom az Urat. Nagyon szeretem. Főként azért, mert úgy mutatja meg magát, hogy Isten, aki lejött, nem nekünk kell felérnünk, ő jött le hozzánk.